Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városháza augusztusi adásában. Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnep, az államalapítás és a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Az augusztus 20-ai ünnepség legfontosabb szegmense Jászárok szálláson is szentmisével összekötött kenyérszentelés volt. A ceremónia után hagyományokhoz hűen idén is átadták az életműdíja közszolgálatért kitüntetést, valamint a Jászárok szállása közszolgálatért és a Jászárok szállása tanulói ifjúságért elismeréseket is. Alkotmányunk tisztelt ünnepére Szent István királyunk dicső szellemében emlékezzünk, de semmit ne feledjünk. Hitben és reményben tovább kell, hogy éljünk. Antóni Sándor sorainak tükrében rendezték meg az államalapítás és Szent István ünnepét Jászárok szálláson a Szent Háromság templomban. Ahogy az ember gyűjti az éveket, és egyre nagyobb távlatot lát át, egyre inkább értékeli azokat az alapokat, amikre az életét építette. Ez az alap pedig a jó példa. Hangzott el Kis Csaba esperes celebrálásában. Amikor Szent István királyt megünnepeljük, akkor ezt a jó példát ünnepeljük meg. Itt a templomban katolikusként, keresztényként értékeljük azt, hogy neki köszönjük egyházunkat, neki köszönjük a hitünket. És itt nem csak arról van szó, hogy gondoskodott arról, hogy ennek az egyháznak jövője legyen, szervezete legyen, hanem arról, hogy egy olyan nemzeti egyházat tudott megalkotni, amely életképessé vált. Az ő nagyszerű zsenialitása abban áll, hogy ami miatt idejöttek a hittérítők, és ami miatt a német befolyás elindulhatott az országban, tudnék a térítés miatt, a Szent István mondjuk egy szerencsés történelmi politikai helyzetet kihasználva úgy valósította meg, hogy ne legyen belőle függőség, megmaradjon a szuverenitása. Az ő igazi példája pedig abban áll, mint ahogy ezt minden esztendőben megemlítjük, hogy nem csak elmondta, hogy legyetek keresztények, hanem ő a saját életében megvalósította. A plébános egy jó tanáccsal is ellátta a jelenlévőket. Mindenki gondolkozzon el azon, hogy ki mit tesz a hitért, meggyőződésből vagy elvárásból tesszük. A Szent Misét és himnuszt követően Csomor János mondott ünnepi beszédet. Megingathatatlan értékrend, ami Szent Istváné volt, ami alapját képezte a döntéseinek, és az, hogy ez szerint az értékek szerint élt is. Tehát ő valóban nem csak hirdette az értékrendet, hanem vallotta, és a napjait ez szerint tette. Így volt ő hiteles, és ezért volt elismert a keresztény emberek számára. A kenyérszentelés után a város vezetője Gergely Zoltán, valamint Csomor János felszelte a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Végül a Harmónia Kamara Kórus repertoárját hallgathatták meg a jelenlévők. Az államalapítás és Szent István király ünnepén átadták a szakmai elismeréseket. Kovácsné Tőzsér Zsuzsanna a közel 40 éves pályafutása során kisgyermekek ezreit tanította meg írni, olvasni, számolni. Életműdíja közszolgálatért kitüntetésben részesítették. Nagyon szerencsésen tartom magam, hiszen azt tehettem az elmúltban élem, amit szeretek, amihez úgy gondolom értek is. Taníthattam az ifjúságot. Taníthattam a gyerekeket, és dolgozhattam a városot. Vezetőim elismerték azt a kulturális szerepvállalást, amelyet mintegy 20 évvel csinálok az Egyesület elnökeként, és civil szervezeti vezetőként, illetve önkormányzati képviselőként. Köszönöm mindenkinek, aki segítette munkámat, és ezen az úton együtt velem maradt és dolgozott kollégáimnak, a múlt, a jelen és a jövő tanítványainak pedig azt kívánom, hogy
hogy tudják szeretni ezt a várost, az iskolát és a gyerekeket, mint ahogy én szeretem. Szabó Erika több mint 10 éve a Jászvidék magazin szerkesztőbizottságának tagja, és több évtizede pedagógus munkája köztiszteletben áll. Szintén életmű díja, közszolgálatért díjjal ismerték el munkásságát. Nekem olyan szerencsés helyzetben volt, hogy mindig támogató, segítő kollégáim voltak, az én ötleteimben támogattak, mindig mellettem álltak, kitartottak mellettem. Ezúttal szeretném megköszönni nekik azt a sok-sok segítséget, támogatást, és valamikor rémes ötleteimet is elfogadták, és mellettem álltak. Én nagyon hálás vagyok Jászállás Szállás lakosainak, 36 éven keresztül itt taníthattam a szülőknek, a gyerekeknek, a tanítványainak. Több mint 7000 tanítási napon mögöttem, és 30 000-nél több óra, amely alatt számos élményt éltem át, tanultam, tanítottam a gyerekek, és ők is bízott bennem, hogy maradandót alkottam a gyerekek számára, a szülők számára. Csoszor Erzsébet Katalin óvónő. 2008 óta a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal karöltve segíti a sérülten született gyermekeket. Az ünnepségen Jászárok Szállás közszolgálatért díjat vehetett át. Köszönöm mindenkinek a támogatását az egész életem során. A Jóistenhez képest mi semmik vagyunk, egy pici porszemek, és én tudom, hogy a Jóisten engem mindig a tenyerén hordott. Mindig oda küldött egy-egy embert, aki azt mondta, hogy ezt kell megcsinálnod. És ebben mindig segítően voltak a gyerekek, a szüleik és a felnőttek. És köszönöm mindazoknak, akik megmondták azt, hogy ha valami nem olyan jó. Mert az mindig arra volt jó, hogy átlépjünk ezen a dolgon. Mert biztos jött egy jobb dolog, és az egész életem folyamán szerettem volna, mint Simon András leírja, az egyedüli dolog az, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni, és szeretetet elfogadni. És csak ezt hiszi, teheti boldoggá az embert. Hát én könnyű helyzetben voltam, mert nekem ott voltak azok a 3-6 éves gyerekek, akik a szemükkel elárulták, hogy mi a jó nekik, és mit lehet megtenni. Szabó Zoltán Józsefné 1987-ben került a településre, így a helyi óvodások több generációjára is hatást gyakorolhatott az évek során. Őt Jászárok Szállás tanuló ifjúságáért elismeréssel tüntettek ki. Fekete István szavai sokszor eszembe jutnak. Valakit a természet szépsége nyűgözne. Sokan a gépek működését tanulmányozzák örömmel. Engem azonban a gyermeki lélek szépsége és jósága az, ami csodálattal tölt el. Azzal, hogy óvodapedagógus lettem, ebből a csodából a lehető legtöbbet meríthetek. Ezért érzem a munkámat valóban hivatásnak. Az elmúlt 40 év alatt sok minden változott az óvodákban, a világban. Változott a pedagógiai program, változott a családok élete is. De egy valami nem változott. A gyermekekben rejlő szépség, jóság és szeretet. Bódis Judit több évtizedes óvodapedagógiai munkáját is jutalmazták. Az óvónői munka nem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolják. De van egy dolog, aminek nem tudunk ellenállni, és ez a szeretet. Az óvodában szeretetet adunk és kapunk, és olyan töménységben, ahogyan szerintem egy másik foglalkozásban sem. És azt hiszem, minden szakmai tudás csak ezután következik, vagy legalábbis ezzel párhuzamosan kéz a kézben működhet. Én nagyon örülök, hogy annak idején ezt a pályát választottam. Megérte. Az elismerések átadását követően a helyi általános iskolások egy verses összeállítással készültek. Az életed során bezárul egy ajtó, ami volt, mint tiéd, nincsen végrehajtó. Ki elvenné tőled a sok kedves évet, munkás során gyűjtött 1000 szép emléket. Fiatalon kezdted, úgy, ahogy bárki,
helyed az életben meg kellett találni. Emlékeid közül őrzöl sok-sok arcot, sikert, dicsőséget és keserű harcot. Amit elterveztél, nem tudtad feladni, megpróbáltál mégis jó ember maradni. Nyomort magad után a lelkekbe hagytál, felnövő kezébe tisztes szakmát adtál. Jászárokszállás város tehetségért alapítvány díjait is átadták ezen a napon, melyeket összesen 13 gyermek vehetett át ünnepélyes keretek között. A Jászárok szállástól egykor 4-5 kilométerre fekvő tanyavilágról, az ott élő tanyás gazdákról, valamint az egykori nagyárki iskoláról is megemlékeztek a nagyárki búcsú keretein belül. A jászsági tanyavilágban nevelkedettek, vagy tanyasi felmenőkkel rendelkezők 19 éve emlékeznek meg ilyen módon őseikről. Itt vallott nagy királynője, vissza fő. Hagyományokhoz hűen idén is a lerombolt nagyárki tanyasi iskola emléktáblájánál tartottak misét a jászárokszállásiak, megemlékezve azokra, akik a környező tanyák valamelyikén töltötték életük egy részét. Az eseményt az árokszállási gazdakör szervezte. Itt volt, igen, majdnem a szomszédban a tanyánk. Itt nőttem fel, itt töltöttem gyerekkoromot. Sokáig voltak itt búcsúk, aztán jöttek a rendszerváltozások, akkor megszűnt, és utána felélesztettük 2000-ben. Hát most a 19-et tartjuk. Nekem nagyon nagy élmény, el nem tudnának innen rántani, mert ez az én, itt nőttem fel, gyerekkorom, iskoláskorom itt történt. Volt itt egy artézi kút, a nagyapám sokat küldött, hogy hozzak innen vizet, mert erre csak fúrott kútok voltak. Aztán, mikor kapáltunk is, akkor mindig elő a kútra friss hidegvízé, akkor kimentünk, utána kapáltunk. Édesanyám meghívta mindig a tisztelendő urat, kántor urat ebédre, akkor volt egy ilyen búcsúi ebéd, szintén itt kinn a tanyán. Nagyon jó kis élmények fűznek ide. Még most is elszorul a szívem, hogyha ezeket felhozzák, úgy ki nem tudnám hagyni. A résztvevők közül sokan évek óta aktívan részt vesznek a búcsú szervezésében és a hagyományok ápolásában. Az én nagyszüleim itt éltek, meg a férjem is innét való alig 5 tanyával lakott odébb. Ő nagyszülei is, ők voltak az indítványozói, aki 36-os kereszt felállítása után 38-ban lobogót készítettek. És ezt hagyományként vitte a család tovább, amikor ők már idősödtek. Én már emlékszem, hogy az édesapámnak és a későbbi apósomnak adták át a nagyszülők a lobogó vitelt, és ez máig is megmaradt. Most már a férjem, a sógorom, a vívője, sőt már unokák is voltak, hogy bent a jászárokszállási templomban, nagy templomban is Szent Háromság ünnepén szokják vinni, ide viszont mindig ezt a lobogót hozzuk ki. Hát a búcsú az én itt jártam iskolába, onnan kezdődött 7 osztályt, és bizony nagy örömteli ünnep volt az mindig számunkra. Rokonok összejöttek, a távolból lévők is, és első volt az, hogy a szentmisére való jövetel. Mi 1,5 kilométerre laktunk ide, ehhez az iskolához, az nem volt távolság akkor. Bár nem volt könnyű a tanyasi élet, a búcsún résztvevők kivétel nélkül szívesen emlékeztek vissza az itt töltött évekre. Visszaemlékezve nagyon jó volt. És sok esetben még könnyű is csordul a szemembe, amikor talán erről kell, hogy beszéljek. Én 20 évig éltem itt, amikor férhez mentem, utána is még jöttünk ki. Hát bizony a nagysár az megfogott, 1,5 óra volt, mikor ára a városba beértünk, kerékpárral is 1,5 óra. De az a közösség, ami itt volt, az talán hát későbbiekben is, mi próbáljuk megtartani, és azt hiszem a mostani létszám is bizonyítja azt, hogy azért még szép számmal összejövünk azokból, akik már unokák inkább, azoknak, akik itt éltek, tanyás gazdáknak. Jó tiszta levegő volt, szerették a népek egymást, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Hát a kerékpár meg a gyalogos, ez volt az én életemnek a járműve, hát aztán már lett kocsi,
villany nem volt, ez a modern mosógép, minden nem volt, de annak ellenére nagyon jó volt. Nem azt mondom, most már, hogy megpróbáltuk a jobbat, a szebbet, azért nem jönnék ki, de így nosztalgiázni, még a szívem mindig ide húz és ide vágy. Az árokszállásiak számára az emlékezés mellett az is feladat felgyorsult világunkban, hogy megőrizzék és továbbadják a tanya világból megmaradt eszméket. 12 kilométert tettek meg kerékpáron, és 6 állomást érintettek azok, akik részt vettek az első alkalommal megrendezett kerékpárokpontgyűjtő rendezvényen. A szervezők célja az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak a családoknak az aktív kikapcsolódásra. Ezt a 6 állomást kellett a szervezők által kiosztott térképek alapján megtalálniuk azoknak, akik részt vettek az első alkalommal megrendezett kerékpáros napon Jászárokszálláson. A rendezvény egy pályázat keretein belül valósulhatott meg. Mielőtt a mai nap eseményét összefoglalnám, azelőtt egy 2 évet visszamennék az időbe, mégpedig 2016-ig, amikor az önkormányzat benyújtott egy pályázatot a területfejlesztési operatív program keretében. Ennek a pályázatnak a címe kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson, amely 2 nagy részből tevődik össze. Egyrészt a Széchenyi úton új kerékpárút építése, másrészt pedig a Kossuth úti meglévő kerékpárút felújítása. Ennek a pályázatnak részét képezi úgynevezett szemléletformálási kampány, aminek keretében kerül megrendezésre a mai családi kerékpáros nap. A rendezvénynek nem a kijelölt pálya minél gyorsabb teljesítése volt a célja, a szervezők csupán a kerékpározást és az aktív kikapcsolódást szerették volna népszerűsíteni. A piactérről fognak indulni a versenyzők, és a lényeg, hogy 6 ellenőrzési pontot kell érinteniük. Ez a 6 ellenőrzési pont a strand, a Carrier CR Magyarország parkolója, az úgynevezett Nadartó, a Rosenberger Magyarország Kft. Parkolója, az Állatbarátkozó és a Havas Boldogasszony kápolna, majd befutó a piactéren. Ezeken az ellenőrzési pontokon egy-egy matricát kell felragasztani a rajtszámra, és amikor befutnak, akkor utána sorsolásra, a rajtszámokkal kisorsolásra kerülnek nyeremények. Tehát ez nem egy verseny, nem az a lényeg, hogy valaki elsőként érjen célba, hanem az, hogy kellemesen, nyugodtan kerékpározva körbe menjen mindenki, és a végén beérkezzen, jól érezze magát. A szervezők által kijelölt 6 állomást érintő pálya körülbelül 12 kilométer hosszú volt, így azt a kisebb gyerekek is könnyedén tudták teljesíteni. Ezért a bringások a rajt előtt egy rendőrségi tájékoztatót is meghallgathattak. Ez a szemléletformálási kampány ez többek között arról is szól, hogy a kerékpáros közlekedést népszerűsítsük, illetőleg az ezzel kapcsolatos közlekedési tudnivalókra felhívjuk a figyelmét felnőtteknek, és hát főleg a gyerekeknek egyaránt. Tehát ez nem kötelezően előírt elem, de mindenképpen úgy gondoltuk, hogy hasznos, és a Jászberényi Rendőrkapitányság képviselője fog előadást tartani. A baleset megelőzéssel kapcsolatos előadáson a résztvevők átismételhették, a gyerekek pedig megismerhették a helyes kerékpáros közlekedés szabályait. Én azt javaslom a szülőnek, hogy minél kisebb korban próbáljuk meg a gyermekeket a közlekedésre szoktatni, és a szabályokra, arra, hogy mire kell odafigyelni, és mire nem. Én úgy gondolom, ez egyéni mérlegelés tárgyát képezi, hogy ki mennyire felkészült már, azonban természetesen a szabályokat úgy meg kell tartani, hogy főútvonalon 12 év alatt nem közlekedhetnek gyermekek, erre azért fokozottan kell figyelni. A baleset megelőzési főelőadó kitért a bicikli kötelező tartozékaira is. A kerékpárosoknak nagyon oda kell figyelni arra, hogy egy jól felszerelt, biztonságos kerékpárral közlekedjenek, valamint ők maguk is megfelelő állapotban legyenek a közlekedésre, alkalmas állapotban és a láthatósági eszközökről se feledkezzenek meg. Mik most a kötelező eszközök, amikkel rendelkezniük kell a bicikliknek, és mik az ajánlottak? Természetesen én kiemelném elsődlegesen legfontosabbként jól működő fékberendezés, amely első és a hátsó kerékre is hat, valamint a csengő is nagyon fontos, illetőleg a világító berendezés, előre fehér, hátúra pedig piros fényűt, valamint küllőprizma, illetőleg különböző prizmák elhelyezése, az, ami kötelező. Ami ajánlott, az minden, ami a kerékpár láthatóságát és magunk láthatóságát elősegíti, hiszen a láthatóság egyenlő a biztonsággal. A tájékoztató végén a gyerekek fényvizsgálatot
visszaverő csíkot és egy pár küllőre rögzíthető prizmát kaptak ajándékba a jobb láthatóság érdekében. Bár a résztvevők jelentős része jászárok szállási volt, ezért ismerős volt számukra a szervezők által kijelölt pálya, mégis nagyon várták a pontgyűjtő kerékpár túrát. Iskolába szoktam legtöbbször biciklizni, meg mamáékhoz, és szeretek, mert jó. Ha biciklizni nem is, egy civil csoportban vagyunk benne, a Fussanyukámos csoportban, gyerekekkel együtt anyukák kicsit mozogni, és ezért gondoltuk eljönni a rendezvényre mindenféleképpen. 12 kilométer lesz ez a mai táv, ez úgy akkor nem fog gondot okozni. Nem fog, mert szoktunk ennyit biciklizni a gyerekekkel is, felnőttek is, úgyhogy mindenképpen teljesíthető lesz, igen. Milyen ötlet szerinted ez, hogy nem csak egy távot kell teljesíteni, hanem vannak állomások, amiket meg kell keresni? Én szerintem mindenféleképpen jó, maga már csak a pihenés kedvéért is, hogy ugye meg tudunk állni, esetleg aki nem is tesz meg ilyen nagy mennyiséget, vagy ekkora távot nem szokott, nincs hozzászokva, akkor is tud esetleg megpihenni közben, meg izgalmasabb. Nagyon szeretünk kerékpározni elsősorban, meg bármilyen sportot végül is, de így kicsi mellett ez célszerű, amit ő is tud. Milyen ötletnek tartjátok azt, hogy nem csak egy távot kell megtenni, hanem vannak állomások, amiket meg kell találni? Szerintünk nagyon jó, mert így akkor nem csak egy kis rövid túra, hanem akkor itt tényleg így egy kis hosszabbra lehet tervezni, mert lehet, hogy akkor csak 2-3 kilométert mennénk, de akkor így akkor, ha végig megyünk, azért ez egy kicsit több. 12 kilométer lesz a mai táv, ez sok, kevés, vagy teljesíthető? Hú, teljesíthető, ezt mi már szoktuk tekerni, úgyhogy ezt lebírjuk. A baleset megelőzési előadás után a gyerekek bemelegítésként szlalompályán tehették próbára ügyességüket. A résztvevők ezután rendőri felvezetéssel indulhattak el a pontvadászatra. Bár a rendezvény egy pályázat keretein belül valósult meg, a szervezők nem tartják kizártnak, hogy a jövőben is lesz folytatása a kerékpárok rendezvénynek. Ennyi volt már a Városháza. Kérem, tartsanak velünk egy hónap múlva is. Új anyagokkal, friss adással várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!